A mai napon 53-48 arányban a budapesti küldöttértekezlet elnökévé választott a budapesti MSZP engem. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy versenyben, egy szoros versenyben első lettem. Először is szeretnék gratulálni Tüttő Katának. Kata megtanított arra, és egymást húztuk a tisztújítás alatt, megtanított arra, hogy több köt bennünket össze, és bizony van értelme ma annak, hogy az MSZP-ben verseny legyen, mert ez a párt él, ennek a pártnak jövője van, és ma nem szólt másról a budapesti tisztújítás, mint a baloldal megújításának a kezdete, a baloldal újra töltekezésének a kezdete. Én magam részéről azt tudom mindenkinek mondani, hogy a 18. kerületben 60 nappal, amikor a választások előtt oda kerültem, megtapasztaltam azt, hogy merre van az MSZP-nek a jövője, és merre van az útja. Ahogy a baloldali szavazók és a váltani akaró szavazók kapaszkodtak belém és belénk, úgy kapaszkodunk mi, MSZP-sek is a saját szavazóinkba. Sokkal többen vagyunk, a változás elkezdődött, én köszönöm mindenkinek a figyelmet. Az örömnél most egyébként a felelősségérzet sokkal nagyobb bennem is.